Nézzünk, és már is folytatjuk adásunkat. Sós Adriánát köszöntöm, jó reggelt kívánok! Független egészségügyi szakszervezet képviseletében jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a nézőket! Önnek is azt kell mondanom, ugye, hogy boldog új évet erre a polgári esztendőre. Na de kérdezem, mennyire lesz boldog ez az év? Ugye lehetett olvasni, hogy törvény értelmében most az orvosok kapnak béremelést, és ugye a szakdolgozók évközben fognak béremelésben részesülni. Én nem értem, nem kellett volna esetleg megfordítani ezt a döntést? Tehát csak azért, mert ugye volt a nagy orvos béremelés, akkor ugye a szakdolgozók lemaradtak, most megkapni fognak béremelést, de hát majd évközben. És most addig mi lesz? Igen, még jobban lemaradnak, és hát ez a konfliktus, ami így kialakul a munkavállalói csoportok között, ez egyáltalán nem javítja a betegeknek az ellátását. Már csak azért sem, mert eddig is már gyakrabban fordult elő, hogy valamelyik szakdolgozó nővér, ápoló, asszisztens, körzeti nővér, mentőtiszt hiányzott ahhoz, hogy a megfelelő ellátást biztosítani lehessen, sokkal gyakrabban, mint ahogy az orvosok nál történt. Ugye az orvosi béremelés 2020-ban született döntés, gondolom, hogy az ő esetükben is indokolt ezt a további lépést megtenni, ami 11%, tehát még mindig az infláció alatt marad számukra is. Azonban az elmúlt fél évben több ígéret volt arra, hogy ez a felzárkóztatás elindul, és hogy nem ott tartunk megint, mint évekkel ezelőtt, hogy egy szakképzett, pályakezdő a szakmai bérminimumot fogja kapni az egészségügybe is, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy nagyon sok szempontból a leghátrányosabb munkafeltételek között kell itt dolgozni, és a leghosszabb ideig kell tanulni ahhoz, hogy valaki egy ilyen munkakört betöltsön. Teljesen igazságtalannak, elfogadhatatlannak tartjuk, hogy még az infláció mértékű béremelést sem valósítanak meg, semmilyen ágazatban itt nincs erre tapasztalat, a minimálbérek is nőnek, a nyugdíjak is nőnek, tehát nem értjük, hogy ez nagyon kiszolgáltatott, és nagyon olyan csoport, akire nagy szüksége van minden magyarnak, miért került ilyen hátrányba a megítélésben. És a munkakörülményeket is szeretném kicsit firtatni, hogy azok most a jelenlegi helyzetben milyenek, és mindezt a két kérdést, bérek, munkakörülményeket tekintve, akár azt is lehet mondani, hogy a fölemelt bér tekintve is, a pályaelhagyók száma csökkenhet, vagy azért továbbra is emelkedni fog? Ez egész biztosan, hogy emelkedni fog. Akár a fiatalok, akár azok körében, akik már hosszabb ideje a pályán dolgoznak, több ok miatt is. Egyrészt, mert borzasztóan csalódottak a kollégák már amiatt, hogy ennyire leértékeli őket ez a kormányzat mindenkihez képest. Másrészt azért is, mert az elmúlt néhány hétben számos olyan törvényt és jogszabályt is elfogadtak, amelyek a munkafeltételeket, ha lehet, még az eddigiekhez képest is kedvezőtlenebbé teszik. Gondolok itt arra, hogy a munkáltató egy oldalon meghatározhatja a munka végzés helyét. Eddig, ez a vezényelhetőség, hát igen, így több akár formája van, igen, ennek, hogy most a megyén belül, vagy a megyék között, vagy csak a munkáltató munkakörei között. Hát az pontosan, hogy kit fog érinteni majd, ezt nem lehet tudni, de bárkit érinthet, mert a jogszabály ezt mondja, hogy ez korlátlanul a jövőben megtehető. Jelenleg ennek korlátai vannak minden munkáltatónál, 44 napnál ez korábban nem lehetett több. És hát azért tudjuk jól, hogy itt nagyon sok nő dolgozik, családi kötelezettségekkel, időseket gondoznak, gyermekeket nevelnek. Azért nem olyan egyszerű azt mondani, hogy holnaptól majd valahol egész máshol fogsz dolgozni, és ez a jogszabály még azt is kimondja, hogy aznap kell majd feltétlenül közölni, ha bármilyen munkafeltétel változik.
hát ezt elfogadhatatlanak találjuk szintén, ennek a részletei nincsenek meghatározva. Tehát elképzelhető és reális lehet az, hogy nincs annyi ember, ahány szolgáltatási hely. Tehát egyes helyeken bizonyos szolgáltatásokat meg kell szüntetni, egyes kórházi osztályokat esetleg be kell zárni egyszerűen, mert nincs elég ember, és nem lehet gazdaságosan működtetni, relatíve kevés a beteg is, aki ide fordul. Ez egy racionális dolog. De az, hogy az emberekkel ezt nem beszélik meg előre, nem tudjuk, hogy kiket fog érinteni, nem tudjuk, hogy ki tudja vállalni, és ki nem tudja vállalni, ez egy nagyon nagy probléma, ennek a részletszabályai ismeretlenek, mindenki fél, és ez még fokozza azt a szándékot, hogyha lehet, elhagyjuk a szakmát, nap mint nap halljuk, milyen induló bérekkel lehet nagyon sok helyen dolgozni, szinte képzettség se kell hozzá, hát akkor mi tartaná itt ezeket a kollégákat? Azt tessék nekem megmondani, beszélt ugye arról, főleg itt a orvosi bérek és a szakápolói bérek közötti különbségről, hogy ez egy feszültséget teremt az egészségügyben belül a különböző csoportok között, de mégis van-e valamilyen szolidaritás, és megmondom, mire gondolok. Ugye múlt évben lehetett azt olvasni, tervez a kormány olyasmit is, hogy ugye aki a magánegészségügyben dolgozó orvos, annak igenis kutya kötelesség az állami szektorban is tevékenykedni. Ezt a tervet végül elvetették, úgy látszik, az orvosok ellen tudtak állni. De egy ilyen helyzetben önök mellé tudnak úgy állni, hogy hasonlóan nyomást gyakorolni? Például a vezényelhetőség tekintetében, hogy azt mondani, hogy ez így nem frankó, már bocsánat a kifejezésért. Ne így tessék. Tehát, hogy van-e itt valami összefogás, érezhető összefogás és nyomást gyakorlás a kormány irányába? Hát egyrészt ugye az orvosoknál is csak úgy átmenetileg vették ezt a témát le napirendről, mert annyira sok volt a kérdés, amire nem volt válasz, hogy például a hálapénz hogyan fog majd viszonyulni, ha az a magánellátásban levő orvos egy másik alkalommal az államiba is kötelezően fog dolgozni, akkor hogyan lehet megakadályozni, hogy a magánbetegét bevigye, vagy mi lesz a munkaszerződésével, tehát ezeket szabályozni kell. Én természetesen nem szeretnénk elfogadni, hogy ilyen ultimátum szerűen most a szakdolgozók fogadják el, hogy majd fél év múlva kapnak béremelést, és annak az éves mértéke olyan 10% körüli lesz, ami hát az infláció felét se fedezi. Azt sem szeretnénk elfogadni, hogy mindenféle szabályok és megállapodások és megegyezések nélkül csak így adhok küldözgessék a kollégáinkat ide vagy oda. Hát nem sokára egy nagyobb szakmai összejövetel lesz, ahol meg fogunk állapodni a kollégáimmal arról, hogy akkor hogyan próbálunk ezen a helyzeten változtatni. Oda másokat is meghívunk, nem csak a saját kollégákat, hanem azoknak a csoportoknak a képviselőit, akik legnagyobb mértékben kénytelenek igénybe venni az egészségügyi ellátást, így a nyugdíjasok képviselőit, illetve olyan krónikus betegcsoportoknak a szakmai szervezeteit, akik tényleg nap mint nap kénytelenek az orvoshoz menni, ápolást igénybe venni, gondozást, rendszeres egészségügyi szolgáltatást, ami nagy részében nem csak az orvosok nyújtanak, hiszen a krónikus betegellátásban különösen nagyon nagy a szakdolgozók, de a kórházakban is azért az orvosok a diagnózisokban és egyes terápiákban meghatározóak, de a szakdolgozók végzik az ápolást, és nagyon sok egyéb más diagnózishoz szükséges beavatkozást. Mennyire veszélyes az alapellátást, vagy az ellátást tekintve a szakember ilyen? Tehát mindig valahogy megpróbálják megoldani, ideglenesen van úgy lehet olvasni, hogy egy-egy osztály egy hétre, kis időre, rövid időre bezár, de meddig lehet még ezt húzni? Hát és nem a legjobb módszereket választják ehhez. Tehát ez a kötelezés, kényszerítés, menjen a magámból a
majd a közellátásban tisztázatlan feltételek mellett, vagy hiány van, akkor egyik helyről csoportosítok a másikra, ami sokszor csak a szervezetlenségnek a következménye, nem egy átgondolt stratégia mentén történik, sokszor az az érzésünk, úgyhogy hát az Országos Kórházi Főigazgatósággal is tervezünk megint fölvenni a kapcsolatot, hiszen ők fognak arról dönteni, hogy most melyik lesz az úgynevezett városi kórház, ahol csak kevesebb ellátást kell, szolgáltatást nyújtani. Mi lesz ott azokkal az emberekkel, akik most olyan osztályokon dolgoznak, ahol majd megszűnik az ellátás, mert hogy a megyékben lehet majd ennek a sokkal megfelelő feltételeit megteremteni, ami persze lehet, hogy jó lesz az embereknek, de ugyanakkor azt is biztosítani kell, hogy ha majd a mentőknek hosszabb ideig kell jönni az egyik helyről, hogy bekerüljön a beteg, akkor hogyan biztosítjuk azt a többlet munkaerőt mondjuk a mentő dolgozók részéről, akikről azért, ha nem tudom, sokan tudják-e, de a mentőautókon jellemzően nem orvosok mennek a betegekért, hanem mentőtisztek, hiszen orvosból nincs elég, és valahogy ő rájuk még nagyobb teher járul, és ők is szakdolgozói kategóriában vannak. Most már elértük, hogy 20-25%-át keresik annak, mint egy orvos, ugye januártól. Azért nem elfogadható, ezt így 20-25%? Hát miután az orvosok megint kapnak béremelést, a többiek meg nem kapnak. Hát értelemszerűen ugye ebből ez következik, és ez így, azt gondolom, hogy a betegek, az ellátandók szempontjából ez a sok frusztrált szakdolgozó, akikre súlyos feladatok hárulnak, és egyre több, mert az ügyeleti ellátásban is sokkal nagyobb mértékben akarnak rájuk támaszkodni, amivel úgy egyébként szakmailag egyet is értünk, csak ezt nem lehet egyoldalúan, hogy csak a tehernő, az ellentételezés meg nem, mert ezt nem viseli el senki. Sajnos itt jellemzően szakmaelhagyással válaszolnak, külföldre mennek, magánellátásban mennek, vagy elmennek egy teljesen más szektorba dolgozni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy az a bizonyos megbeszélés, amit összehívtak, milyen eredménnyel fog zárulni. Úgyhogy utána, ha lehetséges, visszavárjuk Önt. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm én is, hogy itt volt. Viszontlátásra.